pakodva készültünk, lehet, nem lehet, összejön, nem jön. Hálás szívvel köszönjük a Jóistennek, hogy együtt lehetünk ezen az estén. Köszönöm szépen, hogy megajándékoznak bennünket, mindazzal, amiből már bölcsen volt valami, Isten hozta önöket, akik ezen a koncerten elénekünk azokat a dalokat, ünnepet, amivel a szívünket karácsony ünnepet felé hangolja, és köszönöm, hogy együtt lehetünk, Isten hozta önöket. Sokan tudják, Erdő Péter Miklós, Mímás felkérésére, rendezői életrajzi
Monik, a tanárnő lányát, két éve már beutatlan, de azok akkor esetleg nem volt, aki azoknak jelenlennék tanítóra, hogy fogás módszer, lelkesítető, zene, mozgás, pedagógus, tehát viselkedés zavaros gyermekeket dolgoz, kezel, segít, és ezek a gyermekek a zene meghallgatása után ezt elmozogják, eltáncolják, lerajzolják, hogy lefestik, és ezzel segít őket a visszailleszkedésbe. Hogy ezen kívül karvezetés, karvezetés, tanít, és a kurs egy másik tanulmány. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, hogy vannak velünk, és hogy koncerteznek nekünk, segítve ezzel átmeneti készületünket. Szeretném mondani, hogy az együttesnek 5 CD-je született, az első 94-ben támogatott a Dolphin címmel, tehát énekeljek az utat. Ez a CD is, és még sok más CD is, itt a keringőben az asztalatán megvásárolható, mert megvásárlásával a kórus is támogatja, és persze szép karácsonyi ajándékot is. Köszönjük, ha ezt megteszik. Egy másik asztalkán pedig mi gyűjtünk a templom orgonájának megrendezésére. A támogatják céljaitra ezt is hálásan köszönjük. Most pedig megkérem a kedves segítőimet, Márkot, Csendőt és Júliát, hogy adják át már szokásos ajándékainkat, amelyek a két pártközség történetéről, képekben és szövegben Rokonya Péter, illetve a Pártfogó Közösségre Alapítvány gondozásában egy üveg pártfor, mely a templom szentelés 2019. március 28-ig tiszteletére került palacba, és adják át én fogom megköszönni, most már csak arra vigyázzunk, hogy el ne roncsuk. Jó, nagyon köszönjük ezeket, hogy csodálatos szavakat érdemelünk. Yeah.
karácsony a megtestesülésnek az öröme. Az Isten közel jön hozzánk, velünk lakik, reménnyel tölti meg a mindennapjainkat. Átölel minket a gyermekben. Az egy Isten együttérző és gyengéd közelségét kapjuk. Nem uralkodni jön, hanem leereszkedik, kicsivé, szegényé lesz, utitársunk, hogy szolgáljon. És ezzel bemutatja, milyen életstílusra hív meg minket. Amikor megköszönöm, hogy ma együtt voltunk, és itt voltak ezen a advent karácsony váró hangversenyen, szeretnék még köszönetet mondani dr. Kővágó Istvánnak, aki sokadszori szervezésnek volt a szíve lelke, hiszen ez a koncert már a harmadik dátumot kapta, és ma végre megvalósult. Köszönjük szépen! Esetre ő ma ünnepli 65. születésnapját. Isten éltesse, kívánunk az életéhez és a szolgálatához sok erőt és sok áldást. És kívánok mindannyiunknak az újszülött kisdettől megáldott igaz és békés karácsony.